22. fejezet Ég Istenért Jézus így szólt tanítványaihoz, közvetlenül mennybe menetele előtt. Ha nem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim. Apostolok cselekedetei 1.8 Pünkös napján ígéretéhez híven elküldte az erőt. Az apostolok cselekedeteinek fennmaradt részeiből meg tudjuk, hogyan tettek bizonyságot ezek a Szent Szellemmel betöltött tanítványok, hogyan működött együtt velük az Úr, és hogyan erősítette meg az igéjét jelekkel. Az Úr Jézus ma is pontosan ugyanilyen. A kenet ugyan az. A pünkösdi megtapasztalás sem változott, ezért ahhoz hasonló eredményeket kell várnunk, amilyenekről Lukács számol be a korai egyház életéből. Keresztelő János ezt emelte ki Jézussal kapcsolatosan. Ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté evangéliuma 3.11. Isten szolgálynak tűzlenként kell élniük, örökös, állandó tűzként, folyamatos forróságban ragyogó fényjel. Nem kevesebbet tartogat számunkra, mint hogy lángok legyünk. Legyen élő hitünk Istenben, higgyük, hogy az ő képességei, az ő ereje loboghat bennünk egészen addig, amíg ez az erő teljes életünket nem energizálja mikor a Szent Szellem belép az életünkbe, képesítesz tesz arra, hogy Jézus Krisztus teljes dicsőségben mutassuk be, mint az egyedüli személyt, aki ma épp úgy gyógyít, mint a régmúlt napjaiban. A Szent Szellem kereszténység képessé tesz bennünket arra, hogy úgy prédikáljunk, mint ahogy kezdetben az apostolok. A mennyekből leküldött Szent Szellem ereje által és a szellem ajándékainak megnyilvánulásaival. Ó, bárcsak hagynánk, hogy az Úr munkálkodjon bennünk, és addig olvasszon, amíg az emberek iránti könyörletéből új küldetés nem fakad. Isten csodálatosan velem volt, amikor Egyiptomból Olaszországba hajóztam. Minden órában éreztem áldott jelenlétét. Amikor a fedélzeten egy férfi hirtelen összeesett, a felesége is minden jelenlévő szörnyen megijedt. Néhányan azt mondták, haldoklik, ha de én láttam, hogy ez csupán egy dicsőséges lehetőség arra, hogy Isten ereje láthatóvá váljon. Milyen nagyszerű tűzlángnak lenni, az élő Krisztusban élni. Régen rossz, ha ilyen esetben még erőért kell imádkoznunk, vagy arra kell válnunk, hogy érezzük az Úr jelenlétét. Az ő ígérete szerint vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljőre átok Ha hiszünk, akkor Isten ereje mindig meg fog nyilvánulni, amikor konkrét szükséggel találkozunk. Ha gyakorlod a hitedet, rá fogsz jönni, hogy nagyobb erőd van, mint ami a világban van. Nagyszerű dolog, amikor valaki felocsúdik a hitetlenségből, és Istenért való merészséget nyer, áldott könyvének tekintéjére hivatkozva. Így hát ott helyben, a hajó fedélzetében, Jézus nevében megdorgáltam az ördögöt. A feleség és saját ma. Maga legnagyobb megdöbbenésére a férfi fel tudott állni. Mi ez? kérdezte. Az egész testemen átfolyik. Soha nem éreztem még ilyet. Isten ereje tetőtől talpig megrázta. Az Úr hatalmat adott nekünk az ördög minden ereje fölött, hogy olyan szinten élhessünk, ahol ezt mindig megvalósíthatjuk. Felettébb diadalmaskodunk. Krisztus, aki Isten képmása, meglátogatta emberi gyengeségeinket, hogy egész lényünket átváltoztassa. Isteni hasonlóságra, hogy az Isteni természet részeseibé tegyen minket, hogy hatalmának ereje által ne csupán győzzünk, hanem örüljünk is annak a ténynek, hogy felettébb diadalmaskodunk. Isten azt akarja, hogy megtapasztaljuk, mit jelent felettébb diadalmaskodni. A Szent Szellem keresztség célja nem kevesebb, mint hogy erőhe, erővel ruházzon fel, hogy ellásson pontosan azzal az erővel, amelyel maga Jézus Krisztus is rendelkezett, hogy Istennek alárendelt edényként folytathassuk Jézus földi szolgálatát. Az a szándéka, hogy semmilyen ajándékban ne szűkölködjünk. Létezik a gyógyítás és a csodatévő erők ajándéka, de ezeket meg kell ragadni, ugyanazon szellem által létezik a hit ajándéka is, amit vennünk kell. Ma arra van szükség a világban, hogy lángoló és ragyogó fények legyünk, hogy Krisztus dicsőségét sugározzuk. Ezt hideg, közömbös magatartással nem tudjuk és soha nem is fogjuk tudni megtenni. Isten szolgáinak tűzlángoknak kell lenniük. Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, és bővelkedjünk. Ezt az életet át kell adnunk másoknak, hogy Jézus Krisztus életének, erejének és gyógyító képességének szolgái legyünk, bárhová megyünk. Néhány évvel ezelőtt Szájlomban jártam, az egyik helyen munkatársaim így panaszkodtak. Nem valami sok az a négy nap, amit ránk szánsz? Tényleg nem mondtam, de jó lehetőség. Mi itt egyáltalán nem tudjuk megérinteni az embereket, felelték. Tudtok korán reggel nyolc órakor összejövetelt rendezni? Kérdeztem, és mikor igennel feleltek, megkértem őket. Mondjátok meg minden anyának, aki azt szeretné, hogy a csecsemője meggyógyuljon, és minden hetven év fölöttinek, hogy jöjjenek el, és ezután reméljük, hogy felkészíthetjük őket a Szent keresztségre. Nem akármilyen élmény volt látni azt a 400 anyát, akik reggel 8-kor eljöttek kisgyermekeikkel, és azt a 150 fehérhajú öregembert, akik szintén azért jöttek, hogy meggyógyuljanak. Ha füstnél, több, füstnél többre van szükségünk ahhoz, hogy megérintsük az embereket, Istenért izzó tűznek kell lennünk. Isten szolgáinak tűzlenként kell lobogniuk. Azokban a napokban, szájlomban ezrek jöttek el, hogy hallhassák Isten igéjét. Emlékszem például, hogy az egyik alkalommal körülbelül 3000 ember kiáltott egyszerre kegyelemért. Nagyszerű látvány volt. Attól az első reggeltől kezdve az összejöveteleken résztvevők létszáma olyan mértékben megnőtt, hogy minden alkalommal, becslésem szerint Körülbelül 5-6 ezres tömeg gyűlt össze, miközben én a 43 fokos hőségben prédikáltam. A prédikációt követően a betegekért kellett imádkoznom. Elmondhatom, hogyha egy emberben tűzleng globok, bármit képes megtenni. A tűzben megváltoznak a dolgok. Pünkösd ott volt közöttünk. De ami a leginkább megindított, százak próbálták, próbáltak hozzámérni, annyira le voltak nyűgözve Isten jelenlévő erejétől. Sokan bizonyságot tettek arról, hogy ettől az érintéstől meggyógyultak. Ez nem azért történt, mert nekem bármiféle erőm van. Az emberek a hitüket gyakorolták, mint Jeruzsálemben, amikor hittek abban, hogy Péter Árnéka meggyógyítja őket. Három percen belül kaphatsz valamit, amit magaddal vihetsz a dicsőségbe. Mit szeretnél? Létezik olyan dolog, ami Isten számára túl banyolult? Most találkozhatsz Istennel. Isten látja a bensődet. Minden tud rólad. Semmi nincs elrejtve előle. Ő meg tudja elégíteni a lelkedet, és elvezet az örökkévaló áldás forrásához, amely átvisz mindenen. A prédikátor és üzenete A prédikáció a Pentecostal Evangel, Springfield, Missouri 1942. október 17-i -e számának 5. oldaláról származik. Egy Svájcban tartott összejövetel során Wiglesworthnek, és az őt vendégül látó pásztornak hírül adtuk, hogy egy vakember érkezett a missziós irodába, és azt mondta, hogy addig nem megy el, míg új szemeket nem kap. Wiglesworth a pásztorhoz fordult, és így szólt. Ruft, testvér, ez életünk legnagyobb lehetősége. Visszasértek az irodába, és imádkoztak ezért az elszánt emberért. Azonnal meggyógyult, és hazarohant, hogy meglátogassa apját, és anyját. Aznap este, amikor Wiglesworth és a pásztor megérkezett az összejövetel helyére, az egykor vak em, épp, ember éppen azt mesélte, mi történt vele. Wiglesworth erről ezt jegyezte le. Aznap este nem prédikáltam, mert a meggyógyult vak ember teljesen kivette az összejövetelt a kezemből. Igazán csodálatos esténk volt, mert Isten hatalmasan meglátogatott. Frotham, with things following 101-102. oldalig Lásd 5. fejezet jegyzet 1.